nagyon-nagyon szeretnénk nektek megköszönni, hogy, hogy mára ez a petíció egy 85 ezer fős mozgalmat épített, és ezt a ti segítségetek nélkül nem tudtuk volna elérni. Szerintem ebben van a ti erőtök, hogy, hogy olyan mozgalmakat építetek, amik összekötik az apró kis közösségeket, és egy nagy-nagy mozgalommá kovácsolja. Óriási eredmény, hogy 300 ezres tábora van, amelyet bármikor mozgósíthat, jó ügyek érdekében. Ezzel együtt nagyon fontosnak tartom, hogy létezik egy olyan platform, ahol bárki, egy egyszerű állampolgár, mint én, elmondhatom szabadon a véleményemet egy adott témában, és az A-hang lehetőséget biztosít arra, hogy aki ezzel egyetért, aki hasonlóan gondolkodik, aláírásával támogathassa az adott témát, a petíció tartalmát, és ezzel nyomást gyakorolhassanak adott esetben, és többször már sikerrel a döntéshozókra. Az A hang szerepe itt nagyon-nagyon nagy volt. Egyrészt nem kellett nekünk a szoftveres megvalósítással foglalkozni, nem kellett törődnünk az adatvédelmi részével. Az A hang kollégáitól tanácsokat kaptunk, beszélgettünk velük, hogy mi a legjobb módja annak, hogy hogyan fogalmazzuk meg ezt a petíciót ahhoz, hogy minél több ember elolvassa, megértse, és aztán aláírja. És plusz, ami még nagyon fontos, az az, hogy az A hangon keresztül rengeteg embert értünk el, anélkül, hogy nekünk kellett volna gyűjtenünk ezeket a kapcsolatokat. A hang ereje az, hogy teret adott, és teret ad ilyen kezdeményezéseknek, és bármely olyan kezdeményezésnek, ami jobbá teszi az országunkat és az egész világunkat, úgyhogy nagyon nagy erő az, hogy kapcsolatokat hoz, hogy információt segít terjeszteni. Az én évem egyik fénypontja volt tavaly, hogy az egyik munkatársatok le is jött ide Győrbe, és segített nekem ötleteléssel, jelenléttel, figyelemmel. 2017-ben az akkor még csak néhány tagból álló csapatunk tematizálta a közvilágítás ügyét. Ehhez papír alapon elkezdtünk aláírásokat gyűjteni, majd amikor az A hang felületén erre lehetőséget kaptunk, kampányt indítottunk az interneten. Azóta több mint 1500 aláírás összegyűlt, ennek eredményeként az önkormányzattal egyességre jutottunk. Nagyon-nagyon sok sajtómegjelenés történt a témában, sikerült tematizálni a sajtót. A petícióról is sok szó esett, és szakemberek is sok helyen megszólaltak, híres emberek is sok helyen megszólaltak. És bánjuk-e, hogy megszólaltunk a stadion építés ellen? Nem bánjuk, nem jó olyan országban élni, ahol az ellenvéleményeknek semennyi tere sem marad. Ezúton szeretném megköszönni az A hang csapatának a sok segítséget. Lehetővé tették, hogy a felületükön több mint 20 ezer ember aláírja a petíciónkat. Ott voltak és plakátokat ragaszgattak velünk a stadion építési területét lezáró palánkra. Eljöttek a közmeghallgatásra, ahol a Budapest Fejlesztési Központ végre bemutatta a stadion terveit a lakosoknak. 2019. szeptemberében megszerveztük Magyarország első közösségi közlekedéssel kapcsolatos tüntetését, mert a MÁV vonalai rendszeres műszaki hibák, késések, járatkimaradások nehezítették az utazók mindennapjait. Az A hang csapata gondoskodott a színpadról és a hangosításról. A tüntetésre több százan jöttek el, így sikerült felkeltenünk a média és a döntéshozók figyelmét is. A döntést semmilyen társadalmi egyeztetés, sem környezetvédelmi hatásvizsgálat nem előzött meg. Felháborodásom és a városlakóké határtalan volt. Ekkor döntöttem úgy, hogy petíciót indítok az A hangon, melyet nagyon rövid idő alatt, 10 nap alatt több mint 1000 ember írt alá. Meggyőződésem, hogy ez a petíció nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 10 nap elteltével jött a hír, az önkormányzatnak mégis lehetősége nyílik új helyszín kijelölésére. Ezúton is szeretném megköszönni a támogatást, a rengeteg aláírást és az A hang munkatársainak segítségét. Munkátok ereje felbecsülhetetlen, együtt képesek lehetünk megfelelni az elvnek, miszerint semmit rólunk nélkülünk. Mert az A hang ereje, amelynek gondolom te is részese vagy, abban rejlik, hogy összefogja a civil csoportokat egy nagy közösséggé, hogy így hangosabbak lehessünk és ne nyomják el
törekvéseinket a hatalmasok. Köszönjük a hangnak a petíciónkhoz biztosított felületet és az ügyünknek a népszerűsítését, hogy így eljutottunk olyan emberekhez, akiket nélkületek nem tudtunk volna elérni. Az A-hang nagyon sokat segített nekünk azzal, hogy eljutottunk olyanokhoz is, akiket mi nem érünk el a Facebook oldalunkon. Nagyon-nagyon örültünk neki, hogy az oldalon ingyenesen, könnyen és gyorsan tudtunk petíciót indítani. Fontos szempont volt, hogy a közösségi médiában is könnyedén és egyszerűen terjeszthető. Nyilvánvaló volt a kezetektől fogva, hogy a jogi lépések mellett kiemelten fontos lesz az átlagemberek informálása és bevonása ebbe a küzdelembe, és ebben volt elengedhetetlen az A-hang segítsége. Erre dolgoztunk egy módosító javaslatot, amit a minisztériumhoz is eljuttattunk. Itt segített nekünk az A-hang aláírásokat gyűjteni. Offline aláírás gyűjtésünket az A-hang oldalánval tudtuk megerősíteni. Több mint 1300 aláírás gyűjtöttünk össze, ami egy elég komoly hivatkozási alap volt helyi viszonylatban. De az A-hang segítségével sikerült 5000 ember tiltakozását összegyűjtenünk a gyár további bővítése ellen. És bár a Samsung terjeszkedését egyelőre nem sikerült meggátolni, ez a több ezer ember már mind tud a környezeti terhekről, és velünk együtt tiltakozik ezek ellen. Az A-hangnak köszönhetjük azt is, hogy támogatóink csatlakoztak hozzánk, és több száz levelet küldhettünk el a katasztrófavédelmi hatóságnak a biztonsági jelentésről. Ez a hang ereje. Ez az emberek hangja. Boldog születésnapot, A-hang! Boldog